üdvözöllek benneteket először is a kis sörfőzdénk magtárában. A sörfőzdének ez a része, ahova beérkezik a maláta, az alapanyagunk. Először is tisztázzuk, ki tudja azt, hogy én az a maláta, mi fánterem a maláta. Itt ugye Elmondom! A magban található endospermium, ami egy tápláló szövete, vagyis a csírának, alapvetően keményítő van benne, de a csírázás folyamán cukorrá válik. És ez cukor. A csírázás folyamán nem válik cukorrá. A csírának cukor kell a növekedéséhez, emiatt az enzim a keményítőt lebontja és átfutta. Igen, de mit csinálunk a marátázásnál gyakorlatilag? De várjál, most már akkor menjünk a nekem. Enzimeket aktiválunk. Így van, így van. Na, ez a lényeg. És miért? Mert hogy az lett volna a következő... Tehát, hogy ez a következő, hogy ugye miért van szükség arra, hogy malátázzuk az árpát. Ugye az árpát használjuk fel a sörfőzéshez, túlnyomó részt, használunk más alapanyagokat is, mint búzát, rost, kölest, tehát van még egy jó pár anyag, amit lehet használni. De az árpának vannak a legjobb söripari tulajdonságai, nagyon jó a héz szerkezete, és ez azért fontos nekünk, mert majd rajta keresztül szűrjük a sörlevet a cepézésnél. A búzának, meg más alapanyagnak nagyon kellemetlen héja van, meg megbúzzat, szóval nagy szívás fel a szűrés, de az árpája az, ami nagyon jó. A másik, hogy ugye miért csináljuk ezt a malátázást, tehát miért van szükség arra, hogy először beáztatjuk a malátát, elkezdjük csíráztatni, majd utána megállítjuk a csíráztatást, és elkezdjük pörkölni. Különböző színűekre pörköljük a malátánkat, tehát most mondom meg a nép, hogy kezd a Jack, most itt nincs, de majd mutatok, mert van kint kis üvegben. Elkezdjük kicsit pörkölni a malátát. Van, amit nagyon enyhén pörkölünk, az a pilzeni világos söröknek az alapanyaga, majd egyre jobban megpörkölt árpán, egészen a feketéig, a tiszta feketéig, azt már festőmalátának hívjuk, ami akár ilyen kávés, csokis ízvilágú is lehet, tehát ez nagyon érdekes, hogy a pörköléssel miket lehet elérni. És gyakorlatilag azt csináljuk csak, hogy ezt a különböző pörkölésű árpákat különböző arányban keverjük össze, és ez adja majd a sörnek a jellegét, ugye? Eleve a színét is, tehát hogyha teszünk bele festőmalátát, karamellmalátát, megyünk a szép sötét barna sörök felé, a vörös sörünknek például csak karamellmalátát használunk, de abban is van ezerféle verziója, a karaheltől kezdve a karadárt, tehát tényleg rengeteg. Még ugye a világos sörünket, meg a pilzenét, meg bécsi malátából főzzük. Tehát ezért csináljuk ezt a malántázást. Nem teljesen jól mondom, mert nem mi malántázunk, hanem mi készen vesszük már a malátát. A malátát, a világos sörünknek a malátáját, a Burtmalt, nagyon magyar neve van, hát nyilván nem, belga tulajdonban van, az egyetlen egy magyar maláta üzem, ami Dunaújvárosban található. Úgyhogy a belgákon keresztül euróban fizetünk érte, de hozzá tudunk jutni magyar alapanyaghoz, ami nekem hát egy ilyen jó egy éven betelt, hogy bepuhítottuk őket, mert nem adnak el csak multiknak. A három nagy multik látják el malátával, és aztán egyszer voltam egy minden ilyen tanulmányi gyakorlaton a Dunaújvárosi Malátagyárban, és akkor ott az egyik kollégával tudtunk olyan jóba lenni, nem annyira. De azért ki tudtuk bulizni azt, hogy legalább sikerült elérni azt, hogy megkérdezték a belgákat és belementek, úgyhogy én tök örülök neki, ugyanis olyan szép malátánk van, gyerekek. Kutyafüle a szlovák malátához képest, amit itt csinálnak. Nem lisztes, gyönyörű szemű, nagyon édes, tehát tényleg nagyon-nagyon klassz alapanyagból tudunk dolgozni. A többi malátát azt még mindig Németországból hozzák nekünk, Szlovákiából és Ausztriából a különböző más pörkölésű malátákat, ezek a mind ilyen festő maláták, különböző maláták. Búzamalátát is kintről hozzuk, úgyhogy
Úgyhogy ez, tehát innen indul az alapanyagunk, megroppantjuk a malátát, nem őrüljük le lisztessé, mert akkor beállna a cefrénk. Nagyon fontos, hogy megmaradjon a héjunk, de a közepét feltárjuk a magnak, jól mondom? És utána a roppantás után kerül át a cefrézőbe. A búzamalát, vagy a búzasör, azt tudjátok el, hogy nem 100%-osan búzából főzik. Mert hogy nem lehet a búzát egyébként szűrni. Tehát, hogyha csak 100% a búzából készítenénk a sört, az olyan lenne, hát egyszer jól megszivattam itt magunkat, mert volt egy olyan történet, hogy iskolába főztem egy búzasört. Laborban. 40-es üst, tehát... Csak nem a Budapesten? Igen. Most már Szent István, mikor viszont a nálunk jól. Igen. Te még oda jársz? Vagy már végeztél? Hát, kertész mérnöknek oda, de ezt tudom, hogy ott ilyen kísérleti... kis laborban volt, igen. És én is oda jártam. Én is ott végeztem tavaly. Hát ugye ott csináltunk egy búzasört. És hát ugye a búzáról azt tudni kell, hogy a búzasört a alacsony hőfokon kezdjük el cefrézni, hát azt tanultuk, hogy hát egy ilyen 38 fokról indítjuk a cefrézést, és hát ott tök szép búzasört lefőztünk, egy ilyen félbarna búzát, tök jó, hazajöttem, mondom a Düdinek, gyerünk, búzát fogunk főzni, egy félbarna búzát, tök jó lett, megvan az alap, ezt így fogjuk csinálni. És mondom, egy ilyen 38-40 fokra kezdjük el a cefrézést. Hát igen, ám egy dolgot elfejtettek az iskolába elmondani nekünk, hogy oké, hogy ez 40 liter még az így frankó, de 600-nál azért ezt ne próbáljad meg. De hát nekem itt a 600-as Isten van, értem, mit csinálja. És tudjátok-e, mi történt? Mi történt a búzasörünkkel, amikor elkezdtük először? És egy félbarnáról van szó, tehát volt még benne festőmaláta, tehát az még pluszba a festőmaláta rohadtul megduzzad, és iszonyat nehéz. És képzeljétek el, hogy egy olyan kását csináltunk. Nem tudod kiszedni? Hát figyelj! Tudod, mi volt, mire 38 fokról fölértünk 52 fokra az első cefre pihentetőre, ott álltunk. Kimászott? Hát figyelj, már úgy megdagadt, érted a búzaszem, hogy gyakorlatilag így néztem, én ilyen kicsire mentem össze, a Düdi itt mondta, hogy jó, ma meg egy milyen hülyeséget találták, nekem itt a hülyeségeket. Na mindegy, szóval elég nagy hízék kimba voltunk, de kiszedtük belőle a búzát, és akkor hát a félbarnát azt egy magasabb hőfokról indítjuk egyébként, de ugyanúgy a fehérje volt, ez szépen le tud menni, úgyhogy nincs vele gond. De a világos búzát azt most már megtanultam, hogy hogy kell, úgyhogy azt 30-40 fokról csináljuk a szekundusz búzánkat. Amit az üzemről tudni kell, hogy mi igazából egy láger üzem vagyunk, tehát egy alsó elérésztésű üzem, alsó elérésztésű söröket készítünk. Azt majd elmondom, hogy mit jelent az alsó és a felső elérésztés. Van egyetlen egy darab felső erre, mert azért nem bírtam magamat, tehát kellett egy felső is, tehát ki kellett próbálni, hogy lehet egy alsó elérésztésű üzembe felső elérésztést produkálni, de lehet. Erre például szuper jó lett szerintem a Secundus búzám, ami egy igazi bajor, klasszikus bajor búzasör, semmi extra fax nincs benne, hát egy kis narancsérvé kerül bele, de tehát ő az a tényleg az, amire azt mondott, hogy ez a megvan benne az összes banánészter az illatába, az az igazi ropogós, friss, és nagyon érződik ugye a rendes Reinhard Stephan élesztővel elérjeztük, tehát tényleg full klasszikus búza. Egyszer kaptam egy életem legjobb kritikáját egyébként, de szétröhögtük magunkat rajta. Hát most ugye rengeteg blogger van, ilyen sörblogger, akik rohadtul értenek a sörfőzéshez, mert már itt legalább 20 üveg sör, vagy 20 fajta. Na mindegy, és akkor jött, amikor a Secundusnak volt a bemutatója, és így megkóstolta, tudományos, fantasztikusan, majd másnap megjelent a cikk, hogy hát az a baj ezzel a búzasörrel, hogy hát ilyen nagyon banános illata van, ilyen citrusos jegyeket hordoz,
és ilyen túl ropogós túl, tehát ezt még úgy kellett volna elérni. Ez és így ez volt, ez volt, ez még megvan. Ez volt az ilyen. Tehát figyelj, és adott rá, mit tudom, és az odaért, és hát ezért csak 3 pontot adok rá. És mondtam, hogy király. Hallod, az összes karakterét az ember, ezt a 3 legjellemzőbb bajod búza karaktert úgy leírta, és kaptam rá 3 pontot, mondtam, hogy igen. De nem kaptál? Mit tudom, miért történt? Tehát lehúzta, mint az állat, szóval. De mert hogy túl friss volt, túl ropogós volt, hát egy búzasört meg nem erjesztünk, nem tudom én már. Abba pont az a lényeg, hogy ezt minél előbb levenni. Na jó, tehát akkor menjünk tovább a cetrézőbe. Arra kérlek benneteket, hogy menjünk együtt, és ne kapcsolgassatok és izzégassatok, ha látok egy csapot, ha valami ingerencia volna, ne fordítsd el. Mert hogy volt már, aki annyira a világban itt, hogy nem mondhatom, és ez miért, tudod? Az önnek semmi sír. Szóval ez nem. Szóval, megérkezett a malentát, megroppantottuk a malentát, egy pillanat, mindjárt itt próbálom. Éjszaka felfűteni az üstöt forró vízzel, vagy hát meleg vizet elkezdünk benne melegíteni, a fűtőszálak melegítünk fel, mire reggel 6-ra bejött a szembe, akkor itt van nekünk az a hőfokú víz, ami kell ahhoz, hogy amikor beöntjük a malátát, akkor el tudjuk fűteni a cetrézést. Most milyen vizet használunk? Tessék, sima csapvizet használunk, mindenki süzem gyakorlatilag a saját maga csapvizét használja, mi nem használunk semmilyen víztisztító berendezéseket. Egy nagyon nagy mázlink van, hogy a vízünk pH-ja olyan, hogy amikor a sörlé elkészült, tehát még sima a komló forralás előtt vagyunk, a sörlevünknek a pH-ja az ilyen 5,6-os, ami a nagykönyvben ezt tanultuk, hogy a sörlé legyen 5,6-os, akkor nagyon jól fog menni. Nem, hát azt egyébként karszvízünk van itt, tehát azt mondják abszolút, hogy ez egy jó kis vidék, valahonnan Ligetről jön le, tehát karszvízünk van. Úgyhogy, de ennek ellenére mondom, kezelt vízzel, csak vizet használunk hozzá. De szerencsére nem kell a pH-ját nekünk beállítgatni a víznek, szóval ezzel nem kell szarakodni, mint mondjuk más településen. Úgyhogy elkezdjük, betöltjük a malátát, és elkezdjük emelni a hőfokokat. Különböző hőfokokon megállunk, ilyen 62 fokos pihentetőt tartunk 72 fokon, ezek azért fontosak, mert azok az enzimek, amiket aktiváltunk a csírázás során, vagy a csíráztatás során, azok az enzimjeink elkezdenek dolgozni. 62 fokon ez a beta-amiláz enzimünk dolgozik, aki nekünk a keményítő, erjeszthető cukrokká bontja. Tehát abból lesz majd az alkohol. Majd fölfele megyünk, 72 fokon pedig az alfa-amiláz enzimünk dolgozik, aki pedig a dextrineket, tehát nem erjeszthető cukrokká bontja a keményítőt. Majd megyünk fölfele, előtte még van fehérjebontás, sejtfalbontás, bla bla bla, de ez nem annyira, nem megyünk bele, mert többé itt leszünk 3 óra keresztül. Na és akkor fölmegyünk egy ilyen 78 fokig, majd utána elkezdjük átszűrni a sörlevet a középső üstünkbe, benne forraljuk a kólnóval majd össze. Úgy megy ez az egész folyamat, hogy itt át először visszacirkuláltatjuk ide a sörlevet, mert ugye mondtam nektek, hogy bent van a cefre, ő ilyen kis kapillárisokat képez a héz szerkezete, és azon keresztül szűrjük. Tehát nincs bent egy ilyen szűrőháló vagy valamilyen hésik, hanem azon keresztül így átmész szépen a sörlé. És akkor elmegy először visszacirkuláltatjuk, mi amikor látjuk, hogy már szép tiszta a sör, akkor ezt elzárjuk és fejtjük át ide. Itt, amikor elkezd forni, belerakjuk az elején a keserű korlókat.
A keserű komlókat beletettük, majd a vége fele, körülbelül egy órás a gyere Robi, nyugodtan. Egy órás a forralásunk. A vége fele adagoljuk be az aromakomlókat, ezt azért, hogy az illóolajaink ne forjanak ki belőle, ugye, mert azt szeretnénk megtartani, az adja azt a finom illatát a sörünknek. Amikor kész vagyunk a komló forralással, elkezdjük itt átszivattyúzni ebbe az örvénykádba a sörlevet, ami úgy érkezik be ebbe a whirlpoolba vagy örvénykádba, hogy ilyen így bepörgeti ilyen centrifugálisan a sör, és így egyre jobban bepörög magától, majd szépen lassacskán így leáll, és amikor eközben, miközben bepörög, a forróságról, ezek a rostok, minden így leülepszik az aljára, így ilyen kúp formában, ilyen tök jó kiül minden ilyen fehérje, meg minden ilyen maradék ilyen cucc, amire már nincsen szükségünk. Meg ugyanígy ez a fehérje kicsapódás megtörténik, mint a húslevesnél, amikor húslevest főzünk, hogy ott is ugye följön ez a fehérje koagulált fehérje. Ezt lehet használni valamire? Azt nem, azt csak jól van. És akkor ezt még kicsapjuk belőle. Ja, de várjatok, ezt felejtettem, mert miért nem szoktok, hát a másolást meg kihagytam. Amikor megfejtettük ide a sörlevet, akkor ugye itt marad még itt marad a törkölyök, és hozzáteszünk vizet, még forró vizet, és átmossuk még egyszer a törkölyünket, mert még nagyon-nagyon sok finomság, meg cukor benne van, és hát ugye őt is ide áttesszük a többihöz, és tehát ezt a folyamatot hívjuk máslásnak, hogy még egyszer átmossuk a törkölyt. Ez a tréber törköly, mint tudom én minek hívjuk még, ezt utána kiszedjük, és hát visszük a malackáknak, viszik itt így a környéken, de előtt én még így rá szoktam menni kiskanállal, mert nagyon finom, tehát tényleg nagyon-nagyon finom, ilyen gyümölcsel, gyerekek is el szeretik, úgyhogy még azért a malacok előtt eszedünk belőle. Meg csináltunk olyat is egyébként, hogy kiszárítottuk. Az egy vicces volt itt egy kemencénk, és akkor ilyen irodai, ez az irattartó hálóra, tudjátok, IKEA-ba lehet kapni, és akkor arra így kiterítettük ezt a törkölyt, beraktuk egy éjszakára a kemencébe, kiszárítottuk, és utána ilyen kis kávédarálón leöröltük Kriszti, és használtuk fel kenyérsütéshez, csináltunk belőle kenyeret, meg kipróbáltuk, hogy a sörélesztővel futtattuk fel, de rohadt keserű lett az egész kenyér. Úgyhogy ez nem annyira jó, de működött, tök szép lett a kenyér, meg iszonyat ez a sör illata volt, de nagyon durván, de hát fú, nagyon keserű volt. De az itások lehet, hogy szeretik, tudod, jogos ipa kenyért, nem szeretem. Na, szóval itt tartottunk a whirlpoolnál, tehát itt szépen a forró seprő lecsücsülöd az aljára, és utána elkezdjük innen át fejteni a sörlevet ezen a kis lemezes főcserélőn, és nagyon gyorsan lehűtjük, mert ugye nem szabad, hogy itt a mindenféle baktériumok, meg egyéb más dolgok elkezdjenek mondjuk benne szaporodni, vagy így ezek a sörkárosító baktériumok nehogy tönkretegyék a sörünket, meg hát az oxidációsak lesz túl jót neki. Szóval, elkezdjük lehűteni, itt 27 fokosan körülbelül megy át a hőcserélő, és utána, hogy látjátok ezt a csövet, azon keresztül bemegy a következő terembe, az erjesztő termünkben. Nálunk teremhűtés van, nem köpenyesek a tartályai, tehát nem köpenyhűtéses tartályokat használunk. Már túlnyomó részt Magyarországon csak olyan üzemanyagi terek, ahol mind köpenyesek. De tök érdekes, kezeljétek el, mi voltunk most egy márciusban Csehországban, ilyen kis üzeri sörtúrán, és mindenhol teremhűtés van, akik tök új üzemek, 2-3 éves üzemek, csak nyitott erjesztőkádak vannak, olyan illat van, megőrülsz, egy mesés az egész.
nyitott terjesztőket minden egy terembe, tehát nem az van ám, hogy itt, mint Magyarországon jön a névik és hol viszed be a halálkat meg tehát a hülyeség ne továbbja, hanem minden, egy terembe palackoznak, erjesztek minden ilyen részét. És érdekes, hogy ilyen műanyag panelból van nekik felépítve ott a terembe, oda rakja, ahova akarja ezt a panelt, és azt hűtít, kvázi egy ilyen kis mobil teremhűtést csinál. És kérdeztem tőlük, hogy te figyeljetek már, hát hogy nem ti is köpennyel dolgoztok, hiszen ma Magyarországon ugye most mindenki azt mondja, hogy ez a trendi, menjünk ki, mert meghaltok. Nem bírjátok a strapát, mi? Hogy egy új üzem, 3 éves üzem, és nem köpenyhűtéssel dolgoznak. És képzeljétek el, így azt mondja a fickó nekem, hogy ennyien vagy? És azt mondja a fickó, hogy hát azért, mert hogy ők folyamatosan termelnek, és hogy neked összes tartálya tele van. És hát én nem értettem, hogy jó, de mondom, az imán tartálya tele van, de hogy neki a minden tartálya mindig tele van. És még látta rajtam, hogy így még mindig nem értem, hogy mi újság. Hogyha egyfajta söröt főzöl, tehát mondjuk csak láger söröket főzöl, akkor gazdaságosabb a teremhűtés, mint az, hogy külön-külön minden tartályodat hűtögeted, mert hogy úgyis ugyanarra a hőfokra van beállítva, míg nyilván, hogyha felsőket is csinálnak, felső elrésztésűeket, akkor ott van egy-egy olyan tartály, ami külön, nyilván külön van. Tessék? Hát igen, de azt nem rakja be ebbe a panelba. Mondom, tehát ez ilyen fehér műanyag panelok, és így tök jó fölépíti bárhol. Úgyhogy nagyon érdekes volt, és meg azt, hogy jó, nyitottan elrésztenek, hallod, hát kész vagyok, hát én nekem mikor engedni meg itt a névi soha. Itt meg belefolytanának ott úgy bele a kárba. Na mindegy. Úgyhogy hát nagy sörgyárban van olyan külön terem, Pécsi sörgyárba is, meg a Dréherbe is egyébként. Pécsi, ez most azt a kérdésében? Azt nem tudom, most nem voltam náluk, úgyhogy nem tudom. A Dréherbe voltam, ott nagy medencék van, tudod, hogy nem vagyunk szómedence. Na, úgyhogy ennyi. Ott tartottunk, hogy jön át ide a sörlé. És 27 foknál tartottuk. De nekünk itt az erjesztőben 11 fok van, 11 fokon erjesztünk. Tehát beérkezik ide a sörlé, és átmegy még egy jeges vizes kádon, egy spirálon keresztül, még tovább hűtjük, és ott már viszont 11 fokosan jön ki, és kerül abba az erjesztő tankba, amiben majd fogjuk erjeszteni. Hozzátesszük az élesztőt, préselt élesztőt használok, majd megmutatom nektek, hogy ez milyen, friss élesztővel dolgozunk. És gyakorlatilag elkezdjük az erjesztést. Mi a különbség az alsó és felső erjesztési sörök között? Tudja el valaki? Te tudod? Biztos? Na, más valaki? Az egyiknek a tetejére megy a cucc, a másiknak az aljára. Igen, de igazából a mostani élesztők olyan élesztő, hibrid élesztőket használnak, amelyek még a felső is egy idő után lemegy az aljára. Az egyik láger, a másik ér. Igen, de miért? Tessék? Így van. Tehát a különbség a felső és az alsó között, tehát a láger vagy az éltípusú sör között, a láger az az alsó erjesztésű, az éltípusú sörök a felső erjesztésű sörök. Az a különbség köztem, más típusú élesztő törzset használunk. Eredetileg a felső erjesztésű élesztő az fölmegy a tetejére a sörlének, míg az alsó erjesztésű szépen összecsomósodik és lemegy az aljára. A másik különbség pedig az, hogy más hőmérsékleten történik az erjesztés. A felső erjesztésűek azok
a 20 fok környéke, plusz-minusz, tehát 18-24, attól fog, hogy milyen fokon erjesztik, még az alsókat, azokat 9-11 fok környékén, 12 fok környékén. Nálam itt 11 fokra van beállítva az erjesztő. 6 darab erjesztő tankom van itt a főerjesztőben, és még 13 aztán az ászokban. 1200 literesek, 600 literes a főzőst, ami azt jelenti, hogy 2x600 liter megy egy erjesztőbe. Rögtön egymás után főzünk a tehát egy azonos sört főzünk kétszer egymás utánra. Van olyan, hogy télen az két különböző napon tesszük, nyáron most úgy csináljuk, hogy rögtön főzünk a következőt, tehát egy nap alatt nem megy a két főzet. Jó, most megyünk be 11 fokra. Azért mondtam el itt a nagy részét, mert azért mégis csak így hirtelen ez a hőmérséklet különbségnek kapjunk tudod, hogy uszkott, mert nagyon durván mindig beleszaladunk nyár elején egy kiberohangálás, de csak gyorsan szaladtam be a sztoriba. És utána bemegyünk az 1 fokra is. Jó, de oda csak, mert tényleg annyira, hogy lássátok, meg érezzétek, és jövünk, mert nehogy itt valaki beteg legyen. Jó? Azt hiszem mástok nagyon, ha csöveket láttok, légy szívét értek át, ne légyetek rá, jó? Mást is, gyerünk! Csak gyorsan gyertek, hogy ne köszik. Na, szóval itt vagyunk az erjesztővel. Itt a söreink körülbelül egy hetet vannak, az erősebb sörök, az illuminátor többet van itt. Majd hát egy ilyen 9-10 napot is ő neki kell, hiszen sokkal több malátából készítjük, tehát sokkal magasabb lesz az alkohol fokon, ugye 7-2-es az illuminátorunk. Csak elhizettem így, hogy nem. Úgyhogy itt a sörök szépen eljönnek, látszik, hogy dolgozik az élesztő. Ugye mi történik itt? Itt ilyen 1,1 bár nyomáson tartjuk a tartályokat körülbelül. Az élesztő elkezdi itt megenni a cukrokat, és alkohollá bontja, és közben gyakorlatilag anyagcsere mellé termékként ő széndioxidot termel, és ez adja majd a sörünknek a bugyját. Tehát nem juttatunk bele plusz bugyit a sörbe, mert nincs rá szükség. Ezért is van az ászokolás, hogy ott szépen kiváljuk azt a minimum nálunk 21 nap az ászokolás még. Az ászokolás az 1 fokon történik. És az elszokolási idő, mondom, ez a 21 nap után már jó a világos sörök. A búza már előbb is azért jó szokott lenni, és a többi erősebb söreink azok jóval több időt igényelnek. Nem szűrjük a sört, úgyhogy kivárjuk szépen, hogy leülepedjen az élesztő, leszálljon még a hideg hatására az aljára, tehát ülepítéssel tisztítjuk a söreinket, nem a tovaföldre szűrünk, egyébként kint van itt a folyosón, 2 éve nem szűrünk egyik sörünket sem már. Jó? Na gyertek, bekuppantunk ide az ászlókba is, érezzétek a törődést. Értem a csinálat!